Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, Honor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mestercoach, személyiség, képességfejlesztő, szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Egészségedre. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 91-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén is. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog család élete van, és 2 fiúgyermeket neveltek föl. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Mindig az élet mélységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti a legkülönfélébb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. A céljait általában úgy tűzi ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Mivel látja az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látja az emberek közötti ellentéteket is. Az ember felé teljesített szolgálat ez egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez. Így csodákra képes. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk.
És akkor kezdjünk is hozzá. Nézzük meg, hogy mit csinálunk. De még mielőtt, hogy erre rátérnék, mit láttok a világban? Minden rendben van? Minden jó? Minden oké? Az emberek teszik a dolgukat azért, hogy egy jobb világ legyen, nem? Hogy valami aranykorszerűség legyen. Szépen teszi mindenki, szépen mindenki fejlődik, nem? Ezt látjátok? Hát, mintha nem egészen ezt látnánk, nem? Ugye régóta mondom ezt már, 2010-ben elkezdtem kérdezni azt, hogy mennyire vagytok elégedettek azzal, ami felé tart, halad a világ. És akkor azt mondták az emberek, hogy nem vagyunk elégedettek. És hát ugye ez bejött, mert nem jobb helyzet lett, hanem rosszabb, nem? Tehát főleg az elmúlt másfél év. És akkor ugye tanulunk dolgokat, olyan dolgokról, mert hát mivel foglalkozunk, tudást nyújtunk az embereknek, mire vonatkozóan? Hát sok iskola van, amelyik tudást nyújt az embereknek. Igen, de mire vonatkozóan? Tehát a tudásnak az a lényege, hogy tudjad hasznosítani, nem? Tehát hiába tanul valaki bármit, ha utána nem hasznosítja, nem? Akkor az kidobott idő és energia és pénz, nem? Hát ha az ember tanul, akkor olyat tanuljon, ami tud hasznosítani. Ugye ha megnézed, vannak az embereknek bizonyos életterületeik. Például az emberek által talán legtávolabbinak tűnő életterület az a teremtő. Pedig az is egy terület. És sok ember úgy éli az életét, mintha nem létezne teremtő, vagy nem léteznének teremtők. De inkább mindenkinek úgy mondanám, hogy mintha az ő számára nem létezne teremtő. És akkor ebbe bármi beleférhet, hogyha jobban végig gondoljuk. Tehát mintha az ő számára nem létezne. Pedig ugye megnézzük, mi a kapcsolata az ember és a, tehát az egyéni ember, tehát az egyes ember, és közte az ember és az egyes ember között és a teremtő között. Hát a világegyetemben semmi nem történik véletlenül. Próbálják az embereket rávenni arra, hogy elhiggyék azt, hogy az evolúció révén jöttünk mi létre emberek. De ha az evolúció a révén jöttünk volna létre, akkor a véletleneken függött volna a létrejöttünk. Tehát teljesen. Na most a véletlen az olyan, mint a szerencse. Tehát a szerencse és a véletlen között nagyon sok összefüggés van. Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk nyer egy lottó ötöst, akkor lehet azt mondani, hogy szerencse, nem? Szerencséje volt. De azt is lehet mondani, hogy véletlenül ő nyerte, nem? Na most ez a két fogalom, ez elég szoros összefüggésben van, a véletlen meg a szerencse. Na most én mondanék neked ebben kapcsolatban valamit, jó? Tehát mondjuk mész az országúton az autóval. Kinek van jogosítványa? Tegye fel a kezét.
Nyugodtan az interneten, Skype-on is föltehetitek, hiszen látlak benneteket, jó? Tehát van jogosítványa így ugye a többségnek. Na most, mi lenne, hogy mennél az országúton, és akkor úgy véletlenül elengednéd a kormányt? Tehát és akkor úgy mennél tovább. Vajon szerencséd lenne, és nem történne semmi bajod? Tehát vajon melyik működne, az, hogy szerencsésen megúszod, vagy az, hogy szerencsétlenül úszod meg? Hát valószínű az lenne, hogy nem úsznád meg szerencsésen, nem? A jó esetben csak összetörne az autód, nem? És neked nem lenne bajod. Jó esetben. De az sem biztos, mert ha éppen mondjuk épp arra az oldalra kezdene haladni az autó, amerről jön valaki szemből, és mondjuk esetleg frontálisan találkoznátok, akkor valószínű te se úsznád meg. És mégis sokan azt gondolják, hogy az életünk az a véletlen és a szerencse függvénye. Tehát a véletleneket okozzák, a szerencse sem véletlen, még egy szerencsés helyzet sem. Tehát valaki nyer egy lottóötöst, akkor az nem volt véletlen, hogy ő nyerte. Tehát én biztos nem tudok lottóötöst nyerni, tudod miért? Még véletlenül se, mert nem lottozom. Tehát ott kezdődik, hogy ő lottozott, tudod? Szóval a lényeg az, hogy ebben a világegyetemben olyan, hogy véletlen, vagy olyan, hogy szerencse, nem létező fogalom, mint fogalom létezik, csak nem létező történés, érted? Tehát ez nem létező történés. Tehát nem létező történés. Mint fogalom, megvan, de mint történés nem létező. Hát ha valami nem véletlenül történik, akkor az kész akarva történt, nem? Ha nincs olyan, hogy szerencse, akkor az azt jelenti, hogy szervezet volt, nem? Na most, de miért hiszik az emberek azt, hogy hát véletlenül történnek dolgok, meg szerencse van itt, szerencsés helyzetek vannak? Hát mert elhitették az emberekkel. Mert ha az ember a véletlenre és a szerencsére támaszkodik, akkor nem ő irányítja az életét. Világos ez? Akkor az azt jelenti, hogy neki segítségre van szüksége. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy emberektől vár segítséget. Tehát mondjuk, ha valaki vesz egy lottót, hogy nyerjen, akkor azért tud nyerni, mert az emberek összedobták a pénzt arra, hogy ő nyerhessen. Világos ez? Mert mit tudom én, több százezren vagy több millióan vettek lottót, magyarul összedobták rá a pénzt, hogy ő nyerhessen. Oké? De az nem szerencse kérdés, hogy ő nyert. Miért nem szerencse kérdés? Mert mondom, a világegyetemben olyan, hogy szerencse, olyan nem létezik. Tehát az kerül be egy szerencsés helyzetbe, akinek be kell kerülnie abba a szerencsés helyzetbe. Na most, ha az emberekkel elhitetik, hogy van véletlen, meg van szerencse, akkor nem fognak abban hinni, hogy ebben a
világegyetemben bármi, ami történik, az megszervezett. Na most, hogyha látszólag valami mögött nincs megszervezettség, tehát szervezettség, tehát értelmes szervezettség, ha valami mögött nincsen, akkor azért nincs, mert az emberek nem látják. És akkor el lehet hitetni az emberekkel azt, amit nem látunk, az nincs. Amit nem érzékelünk, az nincs. És az emberek elhiszik azt, hogy amit nem látnak, vagy nem érzékelnek, az nincs, akkor azt hiszik, hogy az életben vagy magától függnek a dolgok, saját magától, vagy valaki mástól, egy embertől, egy másik embertől, vagy a véletlentől, vagy a szerencsétől. Mi baj van ezzel? Hát ezzel az a baj, hogy ha megnéztük, itt van négy eset, tőled függ, mástól függ, véletlentől függ, vagy a szerencsétől. Ez azt jelenti, hogy az életében az illetőnek csak negyed rész, a saját életére csak negyed részben van ráhatása. Nem négy rész, teljes négy negyed részben, hanem csak egy negyed részben. És három negyed részben nem tőle függ az élete. Egy negyed részben másoktól, egy negyed részben véletlentől, egy negyed részben a szerencsétől. És az emberek ezt így, biztos nem számolták ezt így ki, mint én, de akkor is az életük nem tőlük függ, hanem a véletlenektől, a szerencséktől és a másoktól. Na most ez mit jelent? Hogy lehet mutogatni a külső körülményekre. Hát nem azt mondja, hogy szerencsés voltam, ha nem volt szerencséje, hanem azt, hogy olyan szerencsétlen voltam. Vagy tudja azt mondani, hogy hát véletlenül ez történt velem. Nem ő intézte, nem. Véletlenül. Vagy, ugye egyharmad részben. Hát mások voltak a hibások, nem én, hát ő tökéletes vagyok. Más volt a hibás. És így lepasszolhatja az ember a felelősséget magára. Érted? Igen, ám csak egy gond van ezzel. Hogy a legtöbb ember az még saját életében kiértékeli majd a saját életét. Akik nem értékelik ki a saját életüket a saját életükben, azok majd kiértékelik akkor, amikor a létközi állapotba kerülnek. Természetesen nem mint testként fogja kiértékelni, mert a tested az elpusztul, hanem mint értelmes energia fogod kiértékelni. És ezt az értelmes energiát úgy nevezhetjük, hogy lélek. A lélek az örök életű, nem úgy, mint a tested. És minden ember, aki feldobja a talpát, ha nem értékelte ki az életét, akkor kifogja, amikor meghalt. De ha kiértékelte előtte az életét, még élő emberként, akkor is ki fogja értékelni lélek. Miért? Mert amint kilép az ember a testéből, elveszti az egóját.
Jaj, képzeld el, egó nélkül leszel. Pedig most úgy szereted az egódat. Meg tudom állapítani, mennyire szereted az egódat. Ha már régen tanulsz, már nem annyira. Mármint régen tanulsz itt nálunk. Már nem annyira szereted. De ha te még új vagy. Körülbelül 15 másodperc alatt megállapítom, mennyire szereted az egódat. Nagyon egyszerű. Kis tanítás, jó? Megkérdezem a születési dátumodat, és megnézzük, mennyi egyes van benne. És rögtön látni, hogy te mennyire vagy egós. Azaz, mennyire szereted az egódat. Sőt, van három betű, ami esetleg ott van a nevedben. AJS. Az mind egyest jelent. Sőt, még jöhet hozzá egyes, ha pont úgy jönnek ki a végeredmények a számoknak. Na most, ott vannak az egók. Sok embernél egó hegyek. És ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy túlzásban van vive a túlélési ösztön. Tehát a túlélési ösztön az állatoknak kell. Túlzott túlélési ösztön. Ami tovább lépve annyit jelenthet még, megint egy kis tanítás, hogy másokat hajlamos elnyomni a saját túlélése érdekében. Minél több egyese van valakinek, annál hajlamosabb elnyomni mást a saját túlélése érdekében. Ami nem etikus. Oké? És akkor mi lesz a következménye a nem etikusságnak? Megint egy kis tanítás. De úgysem mondom el azt, hogy hogyan juss el az eredményre. Ezek csak információs, tehát információ átadások. Tehát úgy jutsz el a... Na mit akartam mondani? Mi volt az utolsó gondolat? Ezelőtt miért át... Ja, nem etikus. És az a nem etikusságnak probléma lesz a következménye. A problémák négy területen jelentkeznek, vagy jelentkezhetnek. Abból vagy egy, vagy több területen is egyszerre. Az a négy terület: betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma. Ez a négy terület. A problémák ide a valamelyik a négyben besorolhatók. És ha te netántán nem hoznál létre problémát, akkor majd létrehoz a lelked. Ha netántán a lelked nem hoz létre egy problémát, akkor létrehoznak azok a lények, akiket nem érzékelsz. Pedig itt vannak a Földön. Ugye tudod,
hogy mi háromdimenziós lények vagyunk. A két dimenzió az, amit síkban látsz. Tehát a harmadik dimenzió, amikor valami mögé is látsz. Oké? Tehát látod a teret, a távolságot. És ez úgy működik, hogy a harmadik dimenzió az képes látni a második dimenziót. A negyedik dimenzió látja a harmadikat is, meg a másodikat is. De negyedik dimenziós lények mi nem vagyunk. Mi csak harmadik dimenziós lények vagyunk. Az azt jelenti, hogy léteznek akár 7 dimenziós lények a világegyetemben. Akiket például nem lát a negyedik dimenziós, nem érzékel. Egy negyedik dimenziós lény nem tud érzékelni. Mondjuk egy ötödik dimenziós lény. De az ötödik azt tudja a negyediket. Satöbbi, satöbbi. És ez így van 7 dimenzióig. Mi itt a Földön a harmadik dimenzióban vagyunk. És hol vannak akkora negyedik, ötödik, hatodik, hetedik dimenziós lények? Ja, azok nem léteznek. Aha, akkor a harmadik se létezik. Magyarul akkor mi se vagyunk. Ha te nem hiszed, hogy léteznek negyedik, ötödik, hatodik, hetedik dimenziós lények, akkor harmadik dimenziós sincs. Pedig ezt tanultad fizikából. Csak nagyon egyszerű. A fizika törvénye alapján, méghozzá a kvantum fizika törvénye alapján, ez így működik, hogy a negyedik dimenziót nem látják, negyedik dimenziós lények, lényeket nem látják a harmadik dimenziósok. De attól vannak. És itt a Földön is vannak. Csak nem embereknek hívják. És ha ő harmadik dimenziósá akar válni, tehát azt akarja, hogy lásd, akkor föl kell vennie egy emberi testet. Oké? És akkor láthatod. Különben nem láthatod. Na most, mi célt szolgálnak a magasabb dimenziós lények itt a Földön? Megint egy kis oktatás. Azt a célt, hogy először is, ez olyan, mintha neked lenne állattartásod a kertedben. Hát időnként felügyelni kéne őket. Oké? Például, hogy mit tudom, ha baromfi udvarod lenne, vagy van, akkor figyelni kellene arra, hogy a róka ne nagyon pusztítsa őket, nem? Én úgy mondanám, hogy nem a testünkre van szüksége bizonyos lényeknek, mint a rókának a tyúkra szüksége van, nem a lelkére, hanem a testére, mert a tyúknak nincs lelke. Életenergiája van. Szóval, nem a testre van szükségük, egyes magasabb dimenzió lényekre, hanem a lelkedre. Oké? Miért? Mert 1,5 millió éve nincs lélekteremtés. Az azt jelenti, hogy lélek rablás van. De egy lélek szuverén. És ő dönt. Hogy őt el lehet rabolni, vagy nem lehet elrabolni. Ezért lett egy olyan világ, sajnos, ahol elérik azt, hogy megvásárolhatók legyenek a lelkek,
elérték, és megvásárolják. Mit összemotyolinkáztok itt ketten? De az előbb meg más csináltatok. Mindjárt elültetlek egymás mellől benneteket. Jó, szóval ez majd kimegy élő adásba, csak úgy mondom. No, lényeg az, hogy gondoljátok végig azokat, amit mondtam, és akkor folytatom, jó? Tehát a lelkeket megvásárolni akarják. Ha megnézed, ennek van egy folyamata, a lélek megvásárlásnak. Az a folyamata, hogy minden ember úgy születik, hogy kapcsolatban van a teremtőjével. Minden csecsemő így születik. Ezért ugye a csecsemők mind szinte kivétel nélkül kezdetbe valameddig érzékelik a háromdimenziós lényeket, vagyis a négydimenziós lényeket. Tehát nem lát még, csak a fényeket látja, de mégis képes érzékelni a negyedik dimenziós lényeket. A legtöbb gyerek ezt a képességét akkor veszti el, amikor benő a feje lágya. Egy jó része már hamarabb elveszti, egy kis része pedig nem veszti el. És érzékelik a negyedik dimenziós lényeket. Na most, de az ember végig érzékelné a negyedik dimenziós lényeket, most mondok erre példát. Nagyon érdekes. Kereszténység. A kereszténységben a keresztelik a gyerekeket. És ha megnézed, a pap lezárja a gyerek érzékelését. A gyerek érzékelése a harmadik szemen keresztül történik. És fogja és lezárja, lecsukja az ujjával a gyereknek és a szertartással, lecsukja az érzékelését. Márpedig mi keresztény világban élünk, könyörgöm. Itt a legtöbb ember az keresztény születésű, és a szülei is keresztények voltak. Na most mondanám, hogy miért teszik ezt? Mert egy embernek megmarad a kapcsolata a teremtőjével, akkor ő nem lesz megvásárolható. Ha ezt a kapcsolatot megszakítják a teremtőjével, akkor az illető elszakad gondolatban, elszakad a saját teremtőjétől. Ha elszakad gondolatban, az annyit jelent, hogy már nem hisz abban, hogy neki van teremtője. És ha nem hisz abban, hogy neki van teremtője, akkor elkezd szépen annak alapján működni, ami alapján működnek mondjuk a szülei, vagy a környezetében lévő emberek. Mi alapján? Hát, hogy egy részben magamtól függnek a dolgok, másik részben másoktól függnek a dolgok, harmad részben véletlenektől függnek dolgok, negyed részben a szerencsétől függnek dolgok. És onnantól kezdve neki mindent meg lesz egy ilyen belső késztetése, egóból fakadóan, hogy neki mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ő ebben az életében
mindent kiélvezzem. Na most ahhoz, hogy mindent kiélvezzem, hát sok pénzre van szükség. Oké? Minden áron. És ha megnézitek, aki minden áron pénzt akar teremteni, az mindenre képes, tehát sokkal többre lesz hajlandó, nem képes, hajlandó, mint más. Például belemegy olyan törvénytelenségekbe, aminek esetleg negatív következményei lesznek. Vagy belemegy olyan etikátlanságokba, aminek ránézve lehet, hogy nem törvénytelen, de mégis negatív következményei lesznek. És az embereknek erről fogalmuk nincs, mert pár éves korukban elvesztették a kapcsolatot a teremtőjükkel. És te emlékszel minden részletében arra, hogy mik történtek mondjuk 2 éves korodban? Nem hiszem. De még arra se, hogy mik történtek mondjuk 4 éves korodban. Ha nem emlékszel ilyenekre, akkor hogy emlékeznél arra, hogy neked volt kapcsolatod a teremtőddel? Sőt, lehet, hogy láttál, érzékeltél valamit. A 4. dimenziós lényeket. És tudod, mit mondtak a szüleid? Hogy az nincs. Olyan nincs, olyan nem létezik. Tudod miért? Mert nekik is ezt mondták gyerekkorban. Mondom, ez olyan, mint mikor neked van egy baromfi udvarod mondjuk, és valamilyen szinten gondoskodsz a baromfi udvarról, érted? Csinálsz neki ólakat, ő meg maga a tyúk csinál magának fészket benne, érted? Adsz neki ott, nem tudom én, szalmát vagy szénát, amiből csinálja, stb. Az fogja beletojik abba tojást, és akkor szolgál téged valamivel az atyú, nem? Tojással meg hússal. Na most valahogy nem akar, tehát én is ide tartozom az emberiségbe, tehát nem, ha megsértődsz ezen, akkor nekem is meg kéne ezen sértődni, amit most mondok. A fentieknek mi vagyunk a baromfi udvar. Oké? Hát és gondolj bele, egy fenti lény rendelkezik mondjuk 500 millió évnyi tudással. Te meg rendelkezel mondjuk 50 évnyi tudással. Ki az okosabb? Nem te, az biztos. Na most körülbelül ez az arány a tyúk és az ember között is tudásban. Világos ez? Tehát körülbelül annyival vagy okosabb a tyúknál, mint amennyinél okosabbak a mi teremtőink odafönt. Nálunk. Világos ez? Úgyhogy nem olyan rossz ez a példa. Na most, gondold végig, hogy az ember vajon miért hoz létre dolgokat? Hogy őt szolgálja, nem? Nem ezért hozza létre. Na mit tudom én, fogod, nincs kertedben gyümölcsfa, azt ültesz gyümölcsfákat. Miért? Hát mert hogy megegyed a gyümölcsét. Ha nem gyümölcsfákat ültetsz, akkor azért, hogy árnyékot adjon, nem?
Tehát ha megnézed, az ember az mindent a saját hasznára hoz létre, nem? Például, mit tudom, egy festő csinál egy festményt, két dolog motiválja. Vagy az, hogy ő gyönyörködjön benne, vagy az, hogy rajta kívül mások is gyönyörködjenek benne. Nem? Tehát valami haszon céljából. A haszon az nem feltétlenül pénz, oké? Hanem az is, hogy gyönyörködök benne, vagy más gyönyörködik benne. Csak egy példa. Oké? De azért, hogy értelmetlenül bármit csinálj, persze vannak ilyenek, hogy látszólag értelmetlenül bármit csinál az illető, de az ő számára az a dolog, ami más számára értelmetlen, az ő számára nem értelmetlen. Tehát ha megnézed, az emberek nem csinálnak értelmetlen dolgokat. Még ha a többiek úgy látják, hogy értelmetlen, akkor sem. Mert például te azt látod, hogy tök értelmetlen, hogy kivágják az őserdőket, nem? De ők meg oda, mit tudom én, milyen terményeket vetnek. Érted? Tehát az ő számukra az egy értelmes cselekedet, hogy kivágják az őserdőt. Tehát az ember úgy működik, hogy nem csinál értelmetlen dolgokat. Hibázni hibázik, de az egy más kérdés. De akkor is értelmes dologba kezdett, csak a végeredménye egy hibázás lett. Na most, ha az ember mindent azért csinál, hogy saját hasznára csinálja, akkor szerinted mi miért létezünk itt a Földön? Mert a fentiek hasznára kellene, hogy legyünk. És ha mondjuk, mit tudom én, a Baromfi udvarban van egy olyan kakas, amelyik be se enged a Baromfi udvarba, mert mindig neked támad. Mit fogsz csinálni előbb-utóbb a kakassal? Elvágod a nyakát, nem? Na most, gondold végig, mi is itt vagyunk, mi emberek. Olyanokat kezdünk el csinálni, ami nem az ő hasznukat szolgálja. Szerinted meddig leszünk itt emberiségként? Csak úgy kérdezem. Ugye, én rengeteget voltam len vidéken, és láttam az állattenyésztő rokonaimat abból a szempontból, hogy időnként voltak nekik olyan állataik, amitől gyorsan meg kellett szabadulni, mert mitől én mondjuk olyan volt a disznó, hogy állandóan az ólat kellett javítani, mert szétszedte az ólat. Vagy olyan volt a tehén, hogy nem lehetett megfejni, mert állandóan rúgott. Vagy olyan volt a bika, érted, hogy vad volt, és gyorsan túladtak rajta. Satöbbi, satöbbi. Vagy például a kakas esete. Satöbbi, satöbbi. Érted? Logikus, nem? Ha valami károdra van, megszünteted, nem? Ha valami hasznodat szolgálja, az segíted, nem? És mi emberek? Hogy állunk ebben a kérdésben? Simán közlekedünk a világegyetemben? Nem ezt látom. Azt látom, hogy ez olyan, mint mikor a disznó be van zárva a disznóholba. Ez olyan, mint mikor a tyúkok be vannak zárva a Baromfi udvarba. És onnan nem mehetnek el. Miért nem mehetnek el? Mert mondjuk elviszi a róka. Vagy elüti az autó. Érted? Nincs párhuzam. Csak úgy kérdezem.
mi közlekedünk szabadon a világegyetemben? Nem. Vajon miért nem? Mert úgy járnánk, mint az elkoborolt tyúk, tudod? Körülbelül. Tyúkot elviszi a róka. Nekünk meg elvinnék a lelkünket. Világos ez? Vagy elüti az autó a, ugye a tyúkot. Hát mi meg meghalnánk. Világos? Miért? Mert mit tudom én, fölrobban az űrhajunk útközben. Satöbbi, satöbbi. Tehát mondhatjuk azt, ahogy te vigyázol a tyúkjaidra, vagy vigyáznál, ha lenne, ugyanúgy vigyáznak ránk. Attól, hogy nem látod, az egy dolog. Tudod jól, hogy vannak olyan élőlények, nem tudom mennyire tudod, hogy csak a mozgást látják. Tehát megmerevedsz, akkor nem lát, hogy te egy élőlény vagy. Oké? Tehát a Földön is vannak olyan lények, akik másként érzékelnek, mint mi emberek. És akkor azt gondolod, hogy a világegyetemben nincs más érzékelésű lény, mint mi vagyunk. Hát akkor te valahogy nagyon tudatlan vagy. Hát mondom, az élővilágban van egy csomó élőlény, és nem növényre gondolok, amely teljesen másként érzékel. Oké? Például van olyan, olyan élőlény, aminek a szeme gyakorlatilag hőkamera. És a hőmérséklet különbség alapján érzékel. Nem lát úgy, mint mi. Miről van szó? Miért gondolod azt, hogy mindenkinek úgy kell látnia, minden értelmes lénynek, hogy mi látunk? Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk ezen a bolygón, és nagyon úgy fest a dolog, hogy egyre inkább úgy működünk, hogy egyre kevesebb hasznot hajtunk a fentieknek. Tehát egyre kisebb hasznára vagyunk. Hiába vagyunk egyre többen, egyre inkább nem azt csináljuk, amit csinálnunk kellene. Ott kezdődik. Tudod, hogy miért születtél? Tudod, hogy mi az életfeladatod? Tudod, hogy mi a küldetésed? Ez két különböző dolog. Az ember nem is gondolná, hogy ez két különböző dolog. Mi az életfeladat? Az életfeladat az, hogy olyan tevékenységet kellene folytatnod, amit tudsz szeretni. És élvezettel tudod csinálni. Világos ez? Ha te nem ilyet csinálsz, akkor az nem az életfeladatodon vagy. Ezt csak úgy mondom. De az tehát a feladat, az életfeladat, az azt is jelenti, hogy abból meg kell tudnod élni. Tehát magyarul olyan foglalkozásodnak kellene lenni, amit szeretsz, és megélsz belőle. Világos ez? Ha nem ez, nem az életfeladatodat műveled. Na most mi a gond, ha nem az életfeladatodat műveled? Nem fogod elérni a küldetésedet, amiért leszülettél. A küldetés az a cél, amiért leszülettél. Nem azért születtél, hogy mondjuk legyen családod. A család az egy eszköz, nem cél. Az emberek még
azt is összekeverik, az eszközt meg a célt. A küldetésünk az egy cél születésünktől fogva. Amit minél hamarabb, ha valaki elér, az jó, de én már rengeteg olyan embert láttam, hogy elérte a küldetését, és utána nem azt csinálta tovább, amit csinálni kellett volna. És tudod, mit csináltak? Fogták, kivonták a fentiek az élők sorából. Nyilván nem ez a többség, nem a többséget nem ezért vonják ki az élők sorából, hanem pont az ellenkezője miatt. Tudod, miért vonják ki a többséget az élők sorából? Mert esélye sincs, hogy a küldetése irányába haladjon. És ha egy embernek esélye sincs, hogy a küldetése irányába haladjon, fogják és kivonják az élők sorából. Az elmúlt kb. Azt mondja, az 50-es évektől az hány? Akkor 70 éve. Igen, az elmúlt 70 évben, tehát az 50-es évektől születettekről van szó. Az elmúlt 70 évben más küldetéssel születik az ember, mint előtte. Tehát más. Tehát előtte elsősorban fajfenntartási célzattal születtek az emberek. És a 70-es, tehát nem 70-es, bocsánat, 50-es évektől ez megfordult, de teljesen, tehát nem lassan, hanem hirtelen. Hirtelen fordulat, és onnantól kezdve nem ezért születtek az emberek. Bár ugye azóta többszörösére emelkedett az emberiség lélekszáma, mégsem ezért születtek. De ugye miért gondolták az emberek, hogy ezért születtek? Mert előtte ezért születtek. És ha te mondjuk, a te szüleid mondjuk idősebbek, mint 70 éves, akkor ők még ugye abban az időszakban születtek, amikor a fajfenntartásért születtek az emberek. És ez ment évezredeken keresztül, hogy szaporodjunk. És az a tudat hatalmasodott el bennük, hogy ők ezért születtek. És akkor szerintetek gyereknek mit adnak el? Az, hogy nem ezért születtél. Hát azt, amit ők tudnak. Hiába te nem ezért születtél. Hát akkor miért születtek az emberek? Tehát ugye az imént említettem, hogy fogja egy ember, és azt gondolja, hogy ő elérte a küldetését, és lehet, hogy így is van. De ez, mondom, a kisebbség, nagyon kisebbség. És utána mit csinál? Fogja és megveregeti a vállát. És akkor jó, most már hátradőlhetek, már nincs dolgom, elértem a küldetésem. Csak ez nem így működik. Az ember eléri a küldetését, én aztán tudom, hogy hogy működik ez. Nem azért, mert tanultam, hanem mert megtapasztaltam. Ha az ember eléri a küldetését, akkor azt, amit tud, át kell adni az embereknek. Úgy, hogy közben ő maga gyarapítja a tudását. Világos ez? Tehát magyarul tök mindegy, meddig él az ember. Most az az ember, aki elérte a küldetését, tök mindegy, hogy mondjuk 50 évig él, vagy 70 vagy 120, ameddig él, ez a dolga. Világos ez? Ha nem,
ha az esélyét is elveszti, hogy ő a küldetését továbbadja, mármint a tudását továbbadja, akkor fogják, kivonják a forgalomból. Vagy a másik, aki halad a küldetése felé, de fogalma nincs, hogy küldetése van, ezért igazából nem is a küldetése felé halad, kap terelgetést a küldetése irányában, de a nagy egója miatt fülebotját sem mozgatja, és fogják, és azt mondják, hogy jó, ennyi volt, kalap, kabát, kivonunk a forgalomból, majd próbálkozhatsz a következő életedben. Nem kell ebbe hinni, amiket én tanítok. Én nem hiszek ebben, hanem tudom, hogy így van. Tudod, ez a különbség. Na most ez azt jelenti, hogy ha valaki ezt tudja, hogy ez így van, akkor teszi a dolgát. Ha valaki hiszi, akkor is már elkezdi tenni a dolgát. De a legbiztosabb az, hogy az ember nem hisz. Aha, majd megtapasztalod, hogy meddig fogsz élni. Milyen egyszerű. Jó? És meg fogod tapasztalni, hogy esetleg előtte mennyit fog szenvedni. Milyen egyszerű. Mert nem az a gond, ha meghalsz, hanem az a gond, hogyha előtte sokat szenvedsz. És ha esetleg megpróbálnád kioltani az életedet, na akkor aztán kapsz a következő életedbe hideget, meleget egyszerre. Oké? Vagy egymás után. Tudod, mintha azt csinálnák veled, hogy jeges víz, forró víz, jeges víz, forró víz, jeges víz, forró víz. Biztos örülné neki. Oké? De hát ugye neked mostani életed a fontos, mert az, hogy mi lesz a következő életemben, kit érdekel, még azt sem tudom, hónap mi lesz. Mondják nagyon sokan. Nem ismertek ilyen embereket véletlenül? Nem jobb lenne, hogyha tudnád, hogy mi lesz a jövőben? És jobb lenne, hogyha tudnád, hogy mi lesz a következő életedben? Én lejöttem most egy életre, azért, hogy átadjam a tudást. Egyre. Nem tízre vagy százra. Egyre. Oké? Na most, és mi lesz veled? Csak úgy kérdezem. Mert ezen a földön olyan emberek, akik nem képesek arra, hogy, mire? Nézzük meg. Hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek egymással, ezt nem tanulják meg 2035-ig, már pedig ez nem kis feladat. Ja, nem látjátok. Jó. Most már látjátok. 2035-ig, ha ezt nem tanulják meg az emberek, akkor annyi. És ha a fentiek úgy látják, hogy esélye sincs valakinek, hogy ezt megtanulja, akkor úgy kivonják az élők sorából, hogy csak úgy fütyül, és ez nem fenyegetés, hanem ez tény. Tehát azt mondod, de hát még mennyi idő van addig, még csak 2021 van, hát még van addig 14 év. Tehát azt a tudást elsajátítani, hogy az ember bekerüljön az aranykorba, az 9 év. Legalább 9 év. És egyforma képességűek vagyunk. Nem hinném. Van, aki könnyebben tanul, van, aki nehezebben tanul. Valaki könnyebben hasznosítja a tudását, van, aki nehezebben hasznosítja a tudását. Nem vagyunk egyformák. De olyan nem lesz, aki mondjuk 5 év alatt fog annyit tanulni, hogy bekerülhessen az aranykorba. És akkor az... meg kiszámogatjuk, visszavonunk belőle 9 évet a 2035-ből, az 2026.
az nem olyan soká lesz. Az mindössze 5 év. 5 évig akarsz élni. Max. Nem hiszem. Köst föl a gatyád. Kezdj el tanulni, mert nagy bajba kerülsz. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Hol tudsz tanulni? Hol tudsz olyan szervezetről, amelyik ahhoz, hogy minden életterületed helyesen működjön, mind a 10, vagy ha neked már nincs az az életterületed, vagy még nincs, akkor másoknak van, és azoknak tudjál segíteni. Hol tudsz olyan tudást máshonnan összeszedni, ahol ezekre az életterületekre mind kapsz tudást? Méghozzá olyat, amit a mindennapokban tudsz hasznosítani. Például azt, hogy itt van ez a 10. életterület, amiről az imént beszéltem. Ez a 10. életterület, ez a teremtőd. És a teremtőd kapcsolatával függ össze. És tudod, mennyivel könnyebb az élet, ha egy embernek megvan a teremtőjével a kapcsolata? Miért gondolod azt, hogy úgy könnyebb az élet, hogy nincs teremtői kapcsolatod? Nézd már körül azoknál az embereknél, akiknek nincs teremtői kapcsolatuk, hogy hogy élnek. Vajon kellő szeretetet kapnak? És tudnak adni kellő szeretetet? Vajon egészségesek? Vajon kapnak elég elismerést? Tudnak adni elég elismerést? Vajon van elég pénzük? Vajon jól érzik magukat a bőrükben? Vajon szabadok? Nem. Márpedig az ember akkor érzi jól magát a bőrében, ha van elég szeretet, egészség, elismerés, szabadság és elég pénz. Mert még egy ilyen világban élünk. Az aranykor ehhez képest csak egyen lesz kevesebb. Pénzre nem lesz szükség. De az összes többire szükség lesz ugyanúgy, mint most. És nem kellene megtanulni azt, hogy jobban működjön a szeretett kapcsolat közted és az emberek közt. Nem kellene megtanulni azt, hogy hogyan érd el azt, hogy ne legyél beteg. Nem kellene elérni, megtanulni azt, hogy hogyan adjál, miként, milyen módon adjál embereknek elismerést, hogy kaphass elismerést. Nem kellene megtanulni azt, hogy mi ténylegesen a szabad élet. Nem kellene megtanulni azt, hogy legyen mondjuk még 2035-ig elég pénzed. Mert utána már nem a pénzért fogunk dolgozni. Oké? Tehát nem kellene azt megtanulnod. Ezt úgy hívják, hogy csere. Ez egy kis tanítás megint, de nagyon rövid lesz. Hogyha az embereknek olyat nyújtasz, amire az embereknek szükségük van, akkor neked nem lesz többet gondod anyagiakban. Világos ez? Nem kellene az életed irányítását a saját kezedbe venni? Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a képzést. Megint kivételes dolgokat tudhattunk meg.
Ismét csak felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy sok-sok élménnyel gazdagodhat, ha nézi az első részeket is. A tanulóktól megint jött visszajelzés, hogy hát ő nem is hallgatja az első részt. És mi ültünk Ibolyával, miért nem? Hát, mert azt mannyiszor hallgatta. Én 6 éve hallgatom Ibolyával az első részeket, és mindig olyan dolgok jönnek benne, amit utána hűha érzése van az embernek sokszor. Hát meg sőt, egyre több információt kapunk. Szerintem, ahogy a Szedlecsik Miklós, ahogy kapja, ő mindent úgy adja át nekünk. Szóval hallgassátok az első részt, és megint olyan volt, amit úgy gondolom, hogy még vissza is fogjuk hallgatni. Általában így is van. Ez így van. Hát mi is a... Kezdem én, jó? Mi is a egészen hétköznapi életből jöttünk. Az én foglalkozásom az vasesztergályos volt elsősorban, azt hamarabb hagytam, aztán próbáltam egy csomó mindent. Azok sem nagyon sikerültek. Aztán eltévedtünk ugye egy kicsit más irányba, spirituális dolgok, rájöttem, hogy a világ nem csak annyi, amennyit lát az ember, amennyit meg tud fogni, és amit a vágyai megfogalmaznak. A vágy az lehet ugye sok minden. És így kerültünk mi a spirituális pályára, így találkoztunk Szedlacsik Miklóssal 6 évvel ezelőtt, mikor már azt gondoltam, hogy nekem a Földön senki nem fog semmi újat mondani. És hát... Nem voltunk restek, ugye így lehet mondani, amikor megismertük a Szedlacsik családot, mert Mariannal vettük fel a kapcsolatot először, akkor mi úgy csináltuk, vagyis én csináltam először, aztán jött Ibolya is, hogy beszéltünk Skype-on, aztán elmentem, mondom, meggyőződök személyesen, itt az irodába eljöttünk. Ezt miért mondom el? Mert sokan a YouTube-on nézik Szedlacsik Miklóst, és meghallgat egy előadásból 3 mondatot. Abból valami betalál, mit mond ez már nekem? Hát ennél sokkal okosabbak vannak, meg a pénz, meg minden. És fogalma nincs, hogy milyen szövegkörnyezetben hallotta meg azt a 3 mondatot. Tehát az emberek úgy veszem észre, hogy nehezen hagyják el a komfortzónájukat. Még az, akkor is, ha nem tetszik. Tehát, hogy mondjam, kényelmetlen az a komfortzóna, de legalább van. De legalább van. Tehát ebből kilépve mi eljöttünk, és megnéztük, hogy miről is van itt szó. És hát ugye nem is csalódtunk, mert ennek már 6 éve. És azóta sem csalódunk, mert egyre simább minden, és olyan élményekkel gazdagodunk a csapatunk által, az emberek által, akik jönnek, Szedlacsik Miklós előadásai által, a rendezvények által, ami egy kivételes életet eredményez. Igaz, Ibolya? Ez így van. Ennyi egyelőre. Szóval, mint ahogy a párom már elmondta, hogy én is 6 évvel ezelőtt csatlakoztam, előtte nagyon sokféle képzésen, előadáson voltunk. Aztán nálunk ez úgy történt, hogy én 4 hónappal utána csatlakoztam, ahogy a párom, és nekem a 4 hónap alatt volt lehetőségem nem csak a díjmentest hallgatni, hanem tudtam hallgatni a tanítási részt is. És akkor mondtam azt, hogy nekem csatlakozni kell ide ebbe az iskolába, mert itt valóban olyan tudást kapunk, amivel valóban egy olyan életet tudunk élni, ami egy szerethető. Olyan módszereket kapunk, ami valóban beépíthető a hétköznapi életünkbe, és egy olyan mestert követhetek, akire én nagyon büszke vagyok és nagyon tisztelem, a párjával együtt Szedlacsik Mariannal, mert ők az életüket tették fel azért, hogy mi nekünk, akik itt tanulunk, egy olyan életet élhessünk, amivel jövőbe fogunk tudni boldogulni. És én, vannak nagyon jó tanítók, én nem azt mondom, de így, hogy különbséget tudok tenni, tehát, hogy már itt tanulok, motiváltak minket nagyon jó dolgokkal, de nekünk nagyon sok problémánk volt az életünkben. Nem tudom, te hogy vagy vele, de nekünk tényleg párkapcsolatilag, anyagilag, amit föl volt sorolva, az a 10 életterület, tehát most már azt mondom, hogy egyre boldogabb és jól tudjuk működtetni, de az az élet, ami ezelőtt 6 évvel volt, azt mondom, hogy ez nagyon nem volt jó. Igen, itt most látom Farkas Tibi Skype-on, hogy ő mondta a múltkor, ugye, hogy nem tudta, hogy mit nem tud. És az annyira magamra ismertem, igen, hogy ú, de mennyi mindent tudtam, csak azért akkor a banki adósságunk volt, hogy el akarták vinni mindenünket, ezért a párkapcsolat sem volt jó, ezért én sem éreztem jól magam, úgy minden. Semmi nem volt jó. Tehát nem tudtuk, hogy mit nem tudunk. Igen. Szóval visszatérve, hogy
Én üzenem azoknak az embereknek, akik hallgatnak minket már régóta, vagy most hallgattak először. Itt a szervezés által vannak, hogy írnak, hogy a Szedlacsik Miklós milyen. Én azt mondom, hogy tapasztald meg te, és gyere el. Nagyon sok mindent mondanak, ez biztos, de hál' Istennek már nem csak mi tapasztaljuk, hanem nagyon sokan, hogy a Szedlacsik Miklós valóban azért van itt, hogy te egy boldog életet élhess. Egy olyan életet, amit, tehát itt olyan tudást kapsz, amit tényleg tudod az életedet működtetni, amiért itt vagyunk ezen a földön. És módszereket és hozzá. Módszereket és hozzá. Lehetőséget gyakorolni, minden, minden alternatíva ki van dolgozva, hogy hogy legyen. Ez így van. Hát igen, nekem is, tehát 4 hónap alatt valóban még én se láttam át azt a rendszert, amit a Szedlacsik Miklós felépített. Én például nem tudok tényleg másik olyan tanítót mondani, aki úgy összerak egy iskolát, amiben valóban nem csak hogy tudást szerzel, hanem azt csinálod, mert mivel hogy itt két részben van a Nyílt Akadémia, ahol tanulhatunk, és van a PPH, amiben dolgozhatunk. Ez azt jelenti, hogy szervezhetünk, és tanulókat tudunk ide behozni a PPH-hoz, a Nyílt Akadémiához, és ezáltal, ha szervezünk, tanulóink lesznek, akkor jutalékot kapunk utánuk. És tudjátok, mint ahogy mondta is Szedlacsik Miklós, annál jobb dolog, amikor az embereknek tud segíteni, és ebben dolgozol, amit szeretsz, és ebből kapod a pénzt. Higgyétek el, hogy nagyon-nagyon jó dolog. És azt is higgyétek, amit mondott Szedlacsik Miklós, hogy valóban támogatnak minket az égiek. Mert amerre fel halad a világ, ez tényleg nagyon nem jó. És ha az emberek nem fognak emelkedni, tudatosodni, akkor sajnos rossz lesz az élet. És pont most a világ nem az emelkedést így szolgálja, van. Hanem pontosan az, hogy lefele menjenek az emberek. És ezért igyekszünk mi felemelni őket Szedlacsik Miklóssal. Úgyhogy gyertek és tapasztaljátok meg. Egyrészt a tandíj egy megfizethető, mert az első hónap az 19.700, utána pedig 9.800 forint a havi tandíj. Ez tényleg egy csekély összeg, mert ezt bármi hülyeségre el tudjuk költeni, és attól nem lesz jobb az életünk. Hát lassan egy tankbenzin nem ad ki. Hát igen, igen. Az első hónap se. Ez így van. Meg egyébként, tehát itt nem nincs semmi kötelesség, tehát hogy neked most itt szervezni kell, mert mi se így jöttünk ide egyébként, hogy majd én szervezni fogok, mert ezt nem is tudtuk, hanem először a tudás meg a Szedlacsik Miklós fogott meg. Csak utána, ahogy érzed, hogy egyre jobb az életed, akkor egyszerűen azt érzed, hogy kötelességet továbbadni, hogy más is boldog legyen, és együtt lehessünk. Együtt tudjuk ezt a küldetést megvalósítani. Tehát olyan jó dolog, én olyan sokszor belegondoltam már abba, hogy egy fantasztikus dolgot teszünk, és hogy mi ennek részese lehetünk. Tehát majd évekkel utána, hogy fú, mibe vettünk mi részt, és mit teszünk mi. Tehát ezt tudjátok, mekkora dolog, és mekkora öröm. Tehát ez nagyon jó. Gyertek és tapasztaljátok meg, mert fantasztikus. Köszöntek ezt rajta. Persze. Azt hiszem, most be is fejeztük a mondókánkat, egyelőre ennyi. 25 perc szünet fog következni. A szünet után hangulatjavító coach képzésünk lesz, melyen, ha lehetőséged van, várunk szeretettel. Egyébként felhívnám mindenkinek a figyelmét, aki hallgat minket, hogy ugye most kezdődött el nulláról a hangulatjavítás, ami megint csak több hónapig fog tartani. Nagyon jó, mert az elejétől kezdve tudod, még két előadás vagy mindössze lemaradva, most bekapcsolsz, azt meg tudod nézni. Tehát ezt ajánljuk még. Ha viszont nem érdekel, amit ajánlunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. És akkor most következik a 25 perc szünet. 50-kor folytatjuk. Köszönjük szépen!